Április 13-án vasárnap délután megnyílt Jánosi János építész kiállítása Forgó Rózsa címmel. A tárlatnak a Szadai Székely Bertalan Műteremház Galéria ad otthont. A rendezvény zenei közreműködését Szokolai Dongó Balázsnak köszönhettük. A jelenlévőket Vécsei László, Szada polgármestere és országgyűlési képviselő köszöntötte, aki elmondta, hogy Jánosi János április 6-ától nem csak proarchitekt, hanem Ybl-díjas főépítész is. Továbbá beszélt arról is, hogy miként kezdődött el együttműködésük Szada községében. És engedjék meg, hogy néhány mondattal kicsit visszakanyarodjak a kezdetekhez, hiszen ehhez lehet viszonyítva, hogy miféle meglepetések értek bennünket. Valamikor az ezredforduló környékén egy munka kapcsán Zsigmond Lacival, aki az előbb még itt volt, keveredtünk össze itt a községben, és nagyon megtetszett a munkája, és kértük, hogy esetleg vállalja el a főépítésséget. Azt mondta, hogy neki nem, neki nagyon sok munkája van, és az egész iroda leterhet. De talán ajánlana egy friss, tehetséges, fiatal építész kollégát, és az elszállást cselekedett követte, hamarosan fölbukkant János. Vécsei László megemlítette a kezdeti munkát, mikor is bizalmatlanok voltak a fiatal építész tehetségével szemben, de Jánosi János hamar bebizonyította rátermettségét, és immáron 13 éve szoros együttműködésben állnak. Pozitív szavaival megköszönte a szadaiak nevében is az eddigi sikeres és nagyszerű munkáit. A egyik ilyen szadai tablón van egy elég érdekes gondolat, vagy legalábbis számomra nagyon érdekes gondolat, hogy nekünk nem a hagyományt kell folytatni, hanem azt kell folytatni, amit a hagyomány is folytatott. Hát valami ilyesmit talált itt elébe szerintem János, hiszen nekünk itt Szadán agglomerációban megduplázódott lakossággal, 20 év alatt megduplázódott lakossággal, nagyon sok mindenünk nem maradt, legalábbis érintetlenül nem. Viszont a település szerkezetünk, gondolatiság, az érzelmi töltés, a keskeny utcák, hiszen ragaszkodunk a földhöz. Tehát egy csomó olyan közösségi jellemvonásunk azért tetten érhető volt, amire lehetett építeni. És ezek a munkák, amiket János itt megalkotott az elmúlt közel másfél évtizedben, ezek úgy tűnik, hogy nagyon jól folytatták azt a hagyományt, amit a hagyomány is folytatott. Lehet ráépítkezni, lehet ráépíteni, jövőt lehet ráépíteni. Az épületei, most nem építészként mondom, hiszen nem vagyok az épületei nagyon jól használhatók. A gyerekek imádják. Hát az óvodában, amikor az első csoportokat a megnyitó után beengedtük, akkor teljesen neki voltak lelkesedve. A kiállítást Mezei Gábor belső építész nyitotta meg, aki szerint Jánosi János munkái nem igényelnek sok magyarázatot, hiszen a kiállítás képei magukért beszélnek. Pontosnak tartom, hogy abban az összefüggésben, stíluskorszakban, amit most már teljes egyértelműséggel organikus építészetnek nevezünk, jobban megértsük ennek a helyzetnek a kialakulását és ebben Jánosi helyét a jelenben, a kortárs hazai építészetben. Ehhez pedig az szükséges, hogy legyen kellő áttekintésünk az elmúlt 100 évről szakmánk tekintetében, mert így jobban megértjük
annak a folyamatnak a lényegét, amely kétségtelenül logikus, és amelyben esetlegességről nem érdemes beszélni. De amikor Csete György a panelház oldalhomlokzatát növényi mintával díszítette, irtózatos botrány tört ki. És ebben az időszakban tervezte Makovecz Imre az első olyan épületeit, amelyekről ma már tudjuk, hogy ez volt az organikus építészet születése Magyarországon. Ez a mozgalom, ez a stílus azután lassan terjedt, némileg elfogadottá vált, és egyben nemzetközi elismerést szerzett. Ellenlábasai ugyan voltak már kezdettől is, ma is vannak, de igazán komolyan vehető képviselőjük már nincsen. Makovecz körül kialakult a kollégák, követők, majd a tanítványok egyre szélesebb köre. Ma már több generációról beszélhetünk, de nem kerülhetjük meg azt a problémát, hogy a mester markáns személyisége, zsenialitása, amely stílus teremtett, logikusan utánzókat is szült, akiknek bizony nem adatott meg az a tehetség, amely önálló életű út lehetőségét feltételezi. Természetszerűleg kevesen vannak azok, akik ezt a tradíciót elfogadva, beépítve saját tevékenységükbe olyan önálló építészeti művet hoznak létre, amely szélesíti a kört és magas színvonalon fejleszti tovább. Miért mondtam el mindezt? Mert meggyőződésem, hogy János ezek között a kivételes tehetségek között a legjobbak egyike. Az elmúlt 100 év építészeti kitekintését követően Mezei Gábor gratulációjával hivatalosan is kezdetét vette Jánosi János forgórózsa című kiállítása. Juhászné Bankó Erzsébet művelődési ház és könyvtárvezető beszélgetésre, falatozásra, borozásra invitálta jelenlévőket. A kiállítás megtekinthető május 3-áig, 2-től péntekig, 15-től 18 óráig a Szadai Székely Bertalan műteremház galériájában.